az a kérdés, hogy miért használjunk számítógépet a biológia oktatásában, hanem az, hogy miért ne. Nagyon-nagyon sok lehetőséget ad, amikkel egyébként nem tudnánk élni. És kezdve olyan apróságoktól, mint hogy a film az ma már egyre inkább a anyanyelve a diákoknak, és sokkal jobban értik meg akár azt, amit ők maguk filmben csinálnak meg. Egészen odáig, hogy nagyon sok folyamatot lehet dokumentálni jól vele. Ugye a biológiában az egy alapvető probléma, hogy lassúak a folyamatok. Gyakran, amikkel dolgozunk, ha egy csírázást végigkövetünk napról napra fényképeken, akkor az utána könnyen értelmezhető lesz, vagy akár beállítva egy számítógépet készítünk óránként egy felvételt, és ebből rakunk össze egy filmet. Sokat segíthet akár egyébként nehezen vizualizálható, vagy nehezen megérthető folyamatok megértésében is. Például minden évben a diákjaimmal a sejtosztódást elkészítettem gyurmafilmben, és sokkal jobban megértik, mint hogyha különben csak magyaráznék nekik, hogy akár a legjobb animációkat mutatnám. Nagyon sok olyan eset is van, amikor azért kell használnunk számítógépet a biológia oktatásában, mert a megfigyelendő jelenség az vagy nagyon-nagyon hosszú ideig tart, most itt például evolúcióra gondolok, és ebben az esetben az evolúciós szimulációk segíthetnek sokat, vagy a megfigyelendő jelenség vizsgálatához olyan felszerelésre van szükség, ami egy középiskolának nem engedtetik meg. Ebben az esetben megint számítógépes szimulációkhoz fordulhatunk. Az elmúlt két napban azt vizsgáltuk, hogy az élesztő hogyan termel széndioxidot, és most az lesz a feladatunk, hogy megpróbáljuk ezt a széndioxid termelést valahogy nagyon-nagyon konkrétan mérni. Ti már tudjátok azt, hogy körülbelül mi az ideális összeállítás, amiben a legtöbbet termeli. Abban a lombikban összeállítjátok a cukor, élesztő, víz kombinációtokat, és utána ebből fogjuk a gázt elvezetni. Ez idáig rendben van, ugye? Meg ezt idáig már csináltuk is. Ugye jön a gáz, belemegy ebbe a mérőhengerbe. Na most ahhoz, hogy ezt pontosan tudjuk mérni, ahhoz fogunk használni egy programot ezen a számítógépen, aminek az a neve, hogy Webcam Laboratory, ami képes arra, hogyha itt most beállítjuk, akkor nézni fogja folyamatosan, hogy hol van éppen a szintje gáznak benne, és ezt egy táblázatban fogja nekünk rögzíteni. Érthető? Úgyhogy a feladat tehát összerakni, rendesen bedugózni, hozok mindjárt szilikonzsírt, és úgy lehet elvezetni, jó? És nézzük meg, hogy hogyan megy. Amikor elkezd működni, akkor itt ezt a piros gombot nyomjátok le, avval kezdődik el a felvétel. Amit most itt láthattunk, az egy olyan alkalom volt, amikor a diákok maguk végeznek kísérleteket, és ehhez használnak fel számítógépes segítséget. Itt elsődlegesen természetesen az adatok felvételében és értelmezésében használják ezt az eszközt. Tehát nem arról van szó, hogy a számítógép helyettesítené a kézzelfogható tapasztalatot, hanem annak az értelmezésében segít. Ugye láthattuk azt, hogy az élesztőszén-dioxid termelését egy arra irányított webkamerával veszik fel, és akár ezred másodperces léptékekben tudják értelmezni azt, hogy mennyi és hogyan termelődött. Érzékelés vizsgálatához reakcióidő és hasonló teszteket végeznek. Számítógépeken megint itt ezred másodperces nagyságrendekben lehetne mérni, amiket egy kézben tartott stopperórával nem lennének képesek megcsinálni. És az eredmények hol vannak, gyerekek? Hát de ami idáig megvan, azt kérem szépen, hogy meg tudjam mutatni, hogy mit kell vele csinálni. Egyáltalán mit csináltatok, beszélgessünk arról. Hát van ilyen kerdeívünk,
amin benne van, hogy hány éves, nő vagy férfi, mennyi az IQ-ja, és a négy földrajtányban milyen jegyeik vannak. Jó, mi a kérdésünk? Tehát mivel akarunk egyáltalán vizsgálódni? Mi? Hát az, hogy mennyire függ össze a jegyek a intelligenciával. Sokfélék az emberek, meg sokfélék a jegyek, tehát valamilyen módon statisztikát kellene erről készíteni. Most amit én mutatok nektek, amit használnunk kell, az az úgynevezett korreláció. A korreláció az azt mutatja meg, hogyha van két dolog, akkor azok milyen valószínűséggel változnak együtt. Tehát ha az egyik nő, akkor a másik is nő. Magyarul, hogy ha valakinek nagyobb az IQ-ja, akkor jobb mondjuk a matek jegye. Ennek mekkora a valószínűsége? Ha ennek a korrelációnak az értéke 1, az azt jelenti, hogy tuti. Ha az egyik nő, a másik is nő. Ha mínusz 1, akkor az azt jelenti, hogy pont fordítva van, ha az egyik nő, a másik biztosan csökken. És hogyha 0, akkor az azt jelenti, hogy nincs közöttük kapcsolat. Az Excel ezt megcsinálja nektek, van benne egy függvény, ami korrelációt számol. Tehát, hogy ez elég egyszerű lesz. Az IQ mondjuk, ez ennyi, pontos vesző, ezek a jegyek, ez ennyi, és ezt bezárjuk, akkor megkapjuk, hogy itt mit tudom én, 0,72 a korreláció, tehát 72% annak a valószínűsége, hogy ezek együtt mozognak egymással. Ha sok adatunk van, az soha nem baj, az a baj, hogyha pont egy adatunk hiányzik, ami egyébként kellene, amit most állítunk, az itt, ebben az iskolában erre az osztályra igaz. Egyébként mondjuk ilyen 0,85 fölötti korrelációs együtthatók, azok még bőven a véletlen munkái. Tehát az még nem jelent kapcsolatot közöttük. A jegyzőkönyvkészítés is digitális formában folyik, és fényképekkel dokumentálják azt, hogy mit és hogyan készítettek. Ezeket a fényképeket aztán természetesen feliratozzák is, magyarázatokkal látják el, és úgy nyújtják be az elkészült jegyzőkönyveket. A gondolattérképkészítő szoftverek egy-egy összefoglaló órára segíthetnek, és aztán később abban is, hogy újra és újra átvegyék azt, amiről szó volt. Wikiket lehet használni nagyobb témakörök összefoglalására. Én a érettségizőimmel a szóbeli tételeket mindig kidolgoztatom. Együtt összedolgoznak, és az, hogy ez egy számítógépes felületen történik, az valódi kollaborációra ad lehetőséget. Az elején nagyon élvezik, tehát, hogy amikor ugye a hétköznapi tantermi órából bejelentem, hogy na, a mai órát akkor a gépterembe tartjuk, akkor annál nagyon lelkesek. Persze azért ugye ott van, hogy a Facebook nagycsábítás, és ezért, hogyha ha nem annyira érdekes számukra az az anyag, vagy az a program, amit én próbálok megmutatni, meg bevinni nekik, akkor gyakran elterelődnek. Tehát ma különböző globális problémákkal fogunk ismerkedni. Megint fel kéne csatlakozni a Facebook csoportunkba, ahol ott van a mai feladat. Hogy van egy közös csoportunk, azon át adok nekik információkat, onnan szedik meg le, illetve egymással a csoporton belül, tehát most is akik az információkat összegyűjtötték, azok a Facebookon átosztották meg a többiekkel, hogy akkor éppen hol tartanak az adott feladatban. Tehát ebből a szempontból viszont egy jó forrás. Csak ugye meg kell találni azt a határt, amíg ezt lehet használni, illetve azon felül már nyilván nem. Mindjárt megyek körbe, és minden csoport húz egy globális problémát. Erdőirtás, túlnépesedés, túlhalászat, stb. A feladat az lesz, hogy a csoportban beszéljétek meg, hogy ki az, aki megismeri ezt az animáció készítő programot. Ehhez van ott egy link, azt az oktató videót meg kéne nézni, azért van a füles, hogy ne legyünk túl hangosak egymásnak. Annak az vagy egy, vagy két főnek, aki a csoportból ezért felelős, hogy az animációt megnézi, utána nézze meg, hogy ez a program hogy működik. Tehát próbálja ki, hogy azok működnek-e, amit a videóban látott és hallott. A többiek pedig keressenek információt arról a témáról, amit kaptatok. Jó, erre nagyjából majd 15 perc lesz. Úgy gondolom, hogy a gyerekek nagyon egysikúan használják a különböző informatikai eszközöket, és ezért mi órán megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen lehetőségek is rejlenek ebben. Különböző programokkal ismertetjük meg őket, amelynek a használatába belenézhetnek, beletekintenek. Egyrészt ugye az én tantárgyam a természetismeret, ezen belül is tudják használni, illetve a különböző tantárgyakon is tudják ezeket használni. Ha ez megvan, utána találjátok ki, hogy max. 1-2 perces animáció erről a témáról hogyan is épüljön föl, mi legyen benne. Fontos az, hogy legyenek az okok, tehát hogy miért alakult ki ez a globális probléma, milyen következményekkel jár, és mit lehet tenni. És hogyha ez megvan,
akkor utána el kéne kezdeni szerkeszteni ezt az animációt. Jó, szerintem nagyon egyszerű ez a program használat, ha nem megy valami, akkor szóljatok, segítek, és bízunk benne, hogy a mai órára vagy minden csoporttól elkészül ez az animáció, tehát hogy egy-kettőt meg tudunk nézni itt kivetítve, vagy egy-egy csoport be tudja mutatni. Tehát először keressük meg ezt a feladatot, és akkor megyek körbe, hogy mi a téma, és akkor döntsétek el, hogy ki az, aki a programot ismeri meg, és ki az, aki pedig információt gyűjt ehhez. Órák, hogyha keresni kell, ugye sokkal jobban szeretik, hogyha nem egy adott könyv van ott előttük, hanem mondjuk az iPhone-jukat, iPad-jüket, tehát ezt is lehet használni a kereséshez órán. Jó, tehát hogy ezt találjátok ki, hogy ez hogy épüljön föl, meg hogy mi az oka az erdőírtásnak, tehát hogy nyilván eltűnnek a fák, de miért? Na, ki húz témát? Mi, mint te húz, mert... Túlfogyasztás, túlhalászat, lehet az, hogy a túl sok élelem. Tehát bármi... Ok, hogy miért alakul ki, és mik a következményei? Nem, ez egy animáció lesz. Tehát, hogy a különböző képek változásából kiderül, hogy maga ez a folyamat mit jelent. Bele tudtok írni, akár tudtok alá hangot tenni, de nem muszáj. Jó, tehát a képekkel kell elérnetek azt a hatást, hogy átadjátok ezeket az információkat. Amit még szoktunk, ugye nyilván órán az interaktív tábla használat, illetve ami még sűrűn előfordul projektként, hogy filmet kell készíteniük. Tehát ugye vagy a telefonjaik segítségével, vagy vannak, akik videószakkörre járnak, és ők egy kisebb kamerával rendelkeznek, akkor azok alapján ilyen rövid filmek, kampányfilmek forgatása is szokott projektfeladat lenni, amit ugyancsak nagyon élveznek. Tehát, hogy ott is ugye ki kell találniuk a forgatókönyvet, mit szeretnének megvalósítani, és akkor ezek a filmek elkészülnek. De mielőtt neki kezdenétek, beszéljétek meg azokkal, akik információt gyűjtöttek, hogy hogy épüljön fel ez az animáció. Nem kicsik az infókat, amiket ők szoktak. Oké, de hogy beszéljétek meg, hogy mi legyen a történet. Szerintem azt nem kéne kitalálni, akik nézték a videót? Hát, és akkor tudjátok az információkat. De hogy ők atlatnak ötletet, hogy ennek hogy érdemes felépülnie. Honnan indultok, hova akartok eljutni, csak a problémára hívjátok fel a figyelmet, megoldásokat is attól. Én már az egyetemen is abban nőttem bele, hogy ezeket az eszközöket próbáljuk használni, és igazából az ide bekerülő gyerekek azok ezt rendszeresen használják. Minden tantárgyból megvan arra a lehetőség, hogy a gépterembe lemenjenek, és akkor ott alkalmazzák egyrészt a számítógépet, másrészt ugye ezeket a lehetőségeket. Most van egy olyan terv, hogy lesz az iskolának egy készlete, hogy akinek nincsen iPhone-ja, iPad-ja, okostelefonja, tehát hogy ezeket is megpróbálni bevonni az oktatásba és azok alkalmazásait használni. Ez majd a jövő lesz, hogy ezt egy-egy csoport kipróbálhassa és órai tevékenységként használja. Jó, és akkor megnézzük azokat, amik nem biztos, hogy teljesen, de leginkább bemutatják azt, amit vettünk. Bemelegítésképpen ugye a telefonkákra lenne szükség, és hogyha megnyitjátok a szokratív alkalmazást, akkor ugye itt látjátok ezt a hatjegyű számot, amit be kellene ütni. A készülékeken meg fog jelenni a kérdéssor, ez a légzési rendszerrel kapcsolatos, és akkor ügyesen azt kérném, hogy önállóan próbáljátok meg megoldani. Háromféle feladattípus lesz, ahogy azt már megszokhattuk. Ugye az egyszerű választás, amikor 4-5 lehetőség közül kell kiválasztani a helyes megoldást. Lesz igaz-hamis állítás, illetve lesz szövegkiegészítős feladat, amikor be kell írni egy-két egyszerű dolgot. Egy biológia órát láttunk, ez gyakorlatilag egy felvételi előkészítő, a közép, illetve az emelt szintű érettségire készülnek a diákok. A keringési rendszerrel foglalkoztunk, ugye az előző órán a légzési rendszer volt, ennek láttuk az ismétlését. A keringési rendszer beszéltük át, illetve annak egy részét, a keringési rendszer feladatát, a szív felépítését, illetve működését. A főhörgő
az nem a felső légút, az ugye az alsó légút már. A tanórák során próbálok számos tanulási csatornát megnyitni. Nyilván köztudott, hogy minél többféle módszerrel próbálkozunk, annál hatékonyabb eredményt lehet elérni. Ugye úgy szólt a kérdés, hogy az A betűjel az mit ábrázol? Ez a lágy szájpad volt a helyes megoldás. Én nagyon szeretem, és azt gondolom a diákok is ezeket a szavazórendszeres telefonos alkalmazásokat, amikkel nagyon rövid időn belül számon lehet kérni a tudást. Mely izmok vesznek részt a légzési mozgásban? A rekesz, illetve a külső bordaközi izmok, illetve hol zajlik a légcsere a tüdőben, a gázcsere pedig a léghólyagocskákban. Nem kell írni, nagyon hamar kijavítja a rendszer, tehát azonnal látjuk a válaszokat. Ki az, aki vállalkozna arra, hogy ezt a rendkívül egyszerű kis feladatot megoldja itt a táblánál? Nagyon jó. Ezeket az eszközöket nem lehet kikerülni. Tehát a gyerekek ezzel élik mindennapjaikat. Küzdhetünk ellene, de komolyan azt gondolom, hogy teljesen felesleges. Kérem szépen, a mai órán akkor a keringési rendszert fogjuk egy kicsit átvenni. Már is mutatok majd képet, illetve a végén fogunk különböző teszteket végezni. A keringési rendszernek számos feladata van. Nézzük meg, hogy milyen feladatokat tudnánk felsorolni. Légzési gázok szállítása, aztán következő, Stefánia. Tápanyagok szállítása, nagyon ügyes vagy. Használtunk olyan alkalmazásokat, illetve animációkat, ami szintén a tudást méri. Itt ugye nem a ténytudást, hanem az ábrafelismerést, a gyakorlati alkalmazást néztük. Kívülről a szívet három szövettani réteg fogja borítani. Legkívül helyezkedik el az úgynevezett szívburok. A tüdőben értelemszerűen oxigénnel telítődik a vér, majd a tüdővéna visszajut a bal pitvarba. Melyik véna ömlik a jobb pitvarba? A testvéna. Itt lesz gyakorlatilag a jobb kamra. A jobb kamra milyen irányba fog menni? Azáltal, hogy sokféle módszert alkalmazunk, sokkal hatékonyabb lehet az elsajátítás, hisz minden gyerek más-mást ragad ki az órából. Nyilván vannak azok a gyerekek, akik mindent meg tudnak fogni, mindent el tudnak sajátítani, de bizonyára vannak olyanok, akiknek bizonyos pedagógiai módszerek nem vezetnek eredményre. Ugye ez lesz a bal szívfél a nagyobb, vastagabb szívfallal. Az IKT eszközök használata az biztos kedvet csinál a tanuláshoz, hisz tényleg olyan eszközöket használunk, amit a mindennapi élet során is használnak, ugye a telefonjukat, vagy akár a számítógépet nyilván minden nap nyomkodják, minden nap többször. Az, hogy ilyen alkalmazásokkal vagy oldalakkal megismerkednek, ez a mindennapi életük részét képezi, és ezáltal tanulnak is. 87-89-ben egy Sinclair spektrumon kezdtem, és aztán gyakorlatilag 96-ban, amint pályakezdő tanár lettem, itt az AKG-ban már volt internet, voltak a tanáriba számítógépek, és még HTML programnyelvben programoztunk weboldalt gyakorlatilag, ahol a kémiai kísérleteket vittük fel az internetre, aztán jött az a fázis, amikor már képeket is tudtunk feltölteni, és hatalmas előrelépés volt, amikor az első oktató videók megjelentek, különböző kémiai kísérleteket filmeztünk le. Végül is másfél évtizede, vagy más szempontból két évtizede foglalkozom ezzel. Véráramlását látjuk ugye a kisvérkörben. Ja.
ugye a nagy vérkör irányába szívt egy szív. Látható, hogy a mellkas középvonalában van, tudjuk, hogy ugye milyen légzési gázokat szállít. Ha nem is minden órán, de a legtöbb órán próbálok az óra végén egy-két percet arra szánni, hogy olyan weboldalakkal ismerkedjenek meg a diákok, amelyek nem csak az egészséghez, hanem a tanulmányokhoz, vagy mondjuk az érettségi követelményekhez is kapcsolódnak. Az IKT eszközök használatával a hagyományos tanár-diák szerep teljesen megváltozik. Itt nem arról van szó, hogy én kiállok, és én tudom a tutit, majd én elmondom, hanem egy csomó olyan projektet végzünk mi magunk is, amikor a diák kvázi partner a tanára, tehát közösen kell egy problémát megoldanunk, egy projektet véghez vinni. Bevallom őszintén, én is találok ki nem egyszer olyan projektet, amit nem tudom, hogy hogy lehet megvalósítani, de bízom abban, hogy majd a diákok rájönnek. Hogy egyet kiemeljek, rengeteg kampányfilmet kell például forgatniuk, kísérleteket kell forgatniuk, és ezek során én magam is számtalan dolgot tanulok. Szokás arról beszélni, hogy a mostani diákok azok már digitális benszülöttek, és a tanárok azok digitális bevándorlók, és a benszülöttek beszélik a digitális nyelvet, a bevándorlók meg csak makogják és próbálják megtanulni. Nekem nem ez az igazi tapasztalatom. Egyfelől igaz, hogy valóban a Facebookon élik a társasági életüket, amit mondjuk mi telefonon tettünk meg a magunk idejében, vagy néha még találkoztunk személyesen is. És az is igaz, hogy sokkal könnyebben fejezik ki magukat, de az én mindennapos tapasztalatom az az, hogy olyan eszközöket, amiket a tanulásban tudnak használni, én tudok mutatni nekik. És nagyon sok olyan eszköz van, amit utána is használnak tovább. De nincs arról szó, hogy ők ilyen apollóként teljes fegyverzetben ugranának elő, és mi csak pislokhatnánk mellettük. Igenis, nekünk tanároknak az a feladatunk, hogy megtanítsuk nekik, hogy hogyan tudják ezeket az eszközöket a tanulás szolgálatába állítani.